Köszönjük szépen Babos Miklós úrnak az év Budafogtéténi vállalkozó díj átadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Önkormányzatunk 1995-ben alapította a Budapest 22. kerület Budafog, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor telep díszpolgára címet. A kitüntetésben olyan személyek részesülhetnek, akik a 22. kerület gazdagítására munkálkodásuk során kiemelkedő életművet hoztak létre, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végeztek, és végeznek ma is. Kérem, nézzék meg az idei díjazottról szóló filmet. Nekem hazahúz a szívem Téténbe, és igazából örülök, hogy ebben az évben Tétényi fogja kapni a díszpolgári címet, aki egy kiváló ember, olyan, akit minden közösség kívánhat magának. A nagyszerű nagymama, három gyönyörű unokával, de végig az életét azt iskolai közösségben töltötte, gyerekek között a jövőnek dolgozott. Tétényben azt hiszem, hogy senki nem marad egyedül, hiszen egészen a kis gyermekektől, a időskoriek mindenkinek készítünk programot. Igazán Tétény olyan otthon érzi magát az ember. És ez nagyban László Éva közösségteremtő nagyszerű munkásságának az eredménye. Sokan emlékszünk gyermekkori olvasmányunkból az egri nőkre. Valószínűleg, hogyha az egri hölgyek nagyon sokat tettek a városukért, a várukért, Nagytétényben is megvan ez a gén, és a nagytétényi hölgyek is az átlagnál többet tesznek a városukért. Bogó Ágnes már díszpolgárunk, és örömmel jelenthetem, hogy László Éva, a nagytétényi polgári kör elnök asszonya, és az lett, és erre szerintem az a legjobb indoklás, hogy miért lehetett ő, mert közösséget épít, csak úgy, mint Ági. És hogyha az egri vár ereje nem a falakban van, hanem a védők lelkében, akkor a polgári körök, a szervezetek ereje is a lelkükben van. Ezt a lelket ápolja, építi, rakja össze Éva napról napra, és tud rávenni embereket hihetetlen empátiával arra, hogy a közösségért dolgozzanak, és miközben sokat dolgoznak, jól is érezzék magukat. A 6. 7. 8. osztályosok lehettünk, amikor az Éva az órákon papírfeszniket gyártott, és azok nem puskák voltak, hanem hogy a szomszédnéninek mit kell vásárolni a délután. Hihetetlenül karitatív személyiség volt már akkor is. Úgy visszaemlékszem, gyönyörűen szavalt, az iskolai színjátszó körben nagyon jól szerepelt, és együtt atletizáltunk a nagytétényi kohásznak a csapatában. Ő súlylökő volt, gerelyhajító és diszkoszvető, rengeteg érmet elhozott dicsőségére Nagytéténynek. A nagytétényi polgári kör újra alakulása 1991-ben történt, ő alapító tagja. Azóta fogja össze a csapatot, és hát tűzönvizen keresztül mindent elkövet, hogy ez a kör sikeres legyen, nem ismer lehetetlent. Ami nekem különösen szimpatikus az az, hogy mindezt egy példamutató családi élettel tudja megvalósítani, mind a lányát, mind pedig a három unokáját is Nagytétény rajongásig történő szeretetére és tiszteletére nevelte, és neveli mind a mai napig. Szinte fanatikusan rajong Nagytétényért. Kevés ilyen embert tudok elképzelni, aki jobban megérdemelni ezt a díjat. Felkérem
ismertem Karsai Ferenc polgármester urat és Udvarnoki László István páros szerzetest, budatétényi plébánost, a 2017. évi díszpolgári cím birtokosát a díj átadására. Budafok-Tétény, Budapest 22. kerület önkormányzatának képviselőtestülete 2018-ban a kerület díszpolgára kitüntetést László Istvánné a Nagy-Tétényi Polgári Kör elnöke részére adományozza. Mester úr, országgyűlési képviselő urak, képviselőink, díszpolgáraink, tisztelt díjazottak, kedves vendégek! Köszönöm mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek, magánszemélyeknek, akik kezdeményezésükkel alkalmasnak találták személyemet e megtisztelő cím adományozására. Köszönöm a döntéshozóknak, hogy támogatták a felterjesztéseket, és méltónak találtak a díszpolgári címre. A Nagy-Tétényi Polgári Kör elnökeként úgy gondolom, hogy ez a cím, amit most átvehettem, a mögöttem álló több száz ember, több mint két évtizedes szüntelen, szellemi erőfeszítésének és gyakorlati munkájának a gyümölcse. Közösségünk rangját, hírnevét, igyekszünk emelni alázattal, végtelen hittel és tenni akarással, hogy tagjai méltán lehessenek büszkék együvé tartozásukra. És nagyon örülök, hogy a körünkben van Gráf Antalné Irénke, mert hogy az ő férje Gráf Antal hívására alakítottuk meg 27 évvel ezelőtt a Nagy-Tétényi Polgári Kört. Törekszünk arra, hogy méltó örökösei lehessünk a 109 éves Nagy-Tétényi Iparos Kör és a 107 évvel ezelőtt alakult Nagy-Tétényi Polgári Kör szellemi hagyatékának, Nagy-Tétény gazdag múltjának, ápolói a jelennek, építői a jövőnek. Hagyománykincsünk gyökeret, identitást ad, erősíti az összetartozás érzését, mozgósító és megtartó erőt kölcsönöz, közösséget formál. Együtt élünk a múltunkkal, ezért sajátunknak, otthonuknak érezzük szűkebb hazánkat, Nagy-Tétényt. Az elődök hagyatéka egyszerre jelent számunkra velünk, bennünk élő értéket és feladatot.
A múlt kulturális örökségének szerepét, jelentőségét szinte alig lehet túlbecsülni, de azt lehetetlen megörökölni. Arra a nemzedékeket meg kell tanítani. A közösség kialakítása pedig nem egyszeri feladat, hanem azokat folyamatosan fejleszteni, tökéletesíteni szükséges. Németh Lászlót idézve, csak a múltjához hű nemzet csinálhatja erővel a jövőt. Nem marad fenn az a nép, az a közösség, amelyikben megsemmisül a múlt, mert ezzel együtt elvész belőle az élni, fennmaradni, növekedni akarás is. Nyitottak vagyunk, és nagy hangsúlyt fektetünk kapcsolatok kiépítésére és ápolására, a közös összefogásra. Rendkívül fontosnak gondolom, hogy a közel 300 fős tagságunk mellett nagyon sokan támogatják rendezvényeinket, elképzeléseinket, kezdeményezéseinket. Rendezvényeink azért sikeresek, mert a tagságon és a támogatókon kívül segíti vezetőségünk munkáját az önkormányzat, a polgármesteri hivatal munkatársai, rendőreink, polgárőreink, iparosok, vállalkozók, kereskedők, a társ civil szervezetek, sportegyesületek, közintézmények, óvodák, iskolák, kulturális egyesületek, művészek, pedagógusok. Köszönöm valamennyiük munkáját, nekik köszönhető, hogy egyesületünk sikeresen működik, és én ma itt állhatok. A civil tevékenység szolgálat. A köz szolgálata. Az eredmény eléréséhez a sok munka mellett óriási alázatra, kitartásra és annak felismerésére van szükség, hogy a közösség mindig bölcsebb nálad. Baross Gábor, a Vas miniszter mondotta, minden állampolgár annyit ér, amennyit a köz javára tesz. Hálás vagyok a sorsnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy sok jót tehessek, örömet szerezhessek, nyomokat hagyjak magam után. És hasznosnak érezzem azt a tevékenységet, melyet nap mint nap végzek, szeretett szűke pátriám, Budafok Tétény közösségi életében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hajra Nagy Tétény! Karsai Ferenc polgármester úrnak az egész estés közreműködést, és Udvarnoki László István díszpolgárnak a díj átadását. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, a kerület napja alkalmából készült rövidfilmeket Viszkocsi Dóra és munkatársai készítették. Most miatt felkérem egyik kedvenc együttesemet a mai ünnepi koncert megtartására, és amíg a színpadi átállás tart, szeretném néhány mondatban bemutatni az együttest. A Budafok Big Band 1994-ben alakult, főleg a Budapest 22. kerületi Nádasdy Kálmán Művészetiskola növendékeiből és más amatőr zenészekből a zeneiskola égisze alatt. Ma már a jelenlegi és volt növendékek mellett az iskola művésztanárai, valamint alkalmanként professzionális zenészek is segítik a zenekar munkáját. 2004 óta a zenekar művészeti vezetője Puskás Csaba, a Budapest Jazz Orchestra egykori tagja, trombita művész. Céljuk elsősorban a baráti társaságban történő színvonalas, közös zenélés, melyen keresztül mind a könnyen befogadható jazz, mind pedig a hangszeres tanulást népszerűsítik.
2006-ban rendezték első ismeretterjesztő sorozatukat a Klauzál Gábor Művelődési Központban Jazz Miti címmel, mely a mai napig jelentős látogatottsággal kerül megrendezésre. A sorozat kifejezetten ismeretterjesztő céllal a legfiatalabb korosztályt megcélozva indult, de az utóbbi években már nem kimondottan az ifjúságnak szólnak az előadások, hanem mindenkinek.